Jó reggelt kívánok mindnyájuknak! Elrohant egy hét, ami annyit jelent, hogy megint csak itt vagyunk, ugye megint csütörtök van, úgyhogy el is kezdjük az heti Astro Plus TV sorsolást. Megérkeztek stúdiójátékosaink is szerencsésen, és hát majdnem elfelejtettem, hogy mik a piszkos anyagiak, mennyi a nyeremény alap a mai reggelen. 1.020.000 forintért pörgetnek majd játékosaink, ez az összeg jár ugyanis ugye a legnagyobb kipörgetett számért. Én bízom benne, hogy megduplázza ezt valamelyikőjük, na de hát felezők is maradtak azért az Astro Plus TV keréken, hogy izgalmasabb legyen a játék. De hát akkor ismerkedjünk meg a játékosokkal, ugyanis itt van velünk Piroska, Árpád és Klára. Jó reggelt kívánok mindnyájuknak. Örülök, hogy itt vannak, ugye tudják, hogy duplázni csak egy nagyon jó csillag, egy tippel lehet. Piroska, mit választ? Bikát. A bikát, rendben. Árpád? Skorpió. Skorpió, vettem, Klára pedig? Mérleg. A mérleggel játszik. Ezt a határozottságot szeretem. Ennek fényében Piroska meg is kezdheti a pörgetést, parancsoljon. Akkor másodperceken belül kiderül, hogy mi is az első kipörgetett szám a mai reggelen. A három lámpa világít, tehát a pörgetés szabályos volt. Na nézzük! Hát nem túl magas, a 17-es és a nyilas. Elkeseredni nem kell, ezzel még bőven lehet nyerni. Hát csak ebbe Árpádnak is lesz beleszólása, parancsoljon. Összesen ugye 90 szám van az Astro Plus TV keréken, ez a 90 szám játszik. Első ránézésre ugye nem olyan nehéz a 17-esnél nagyobbat pörgetni, na de hát ez... mind csak spekuláció, viszont az nem, hogy a 24-essel és a Skorpióval Árpád átvette a vezetést. És ugye nem is kell mondanom, hogyha ez a 24-es marad a legnagyobb, akkor nagyon-nagyon-nagyon boldog lesz. Na de ne szaladjunk ennyire előre, ugyanis Klárának még van egy lehetősége, parancsoljon. Ez aztán egy határozott pörgetés volt, férfiakat megszégyenítő határozottság. Jó, ez a legjobb. Ezt szeretem, ez olyan, mintha jó beletúrna az ember a sorsoló gömbbe, ahonnan kihúz akár egy számot. Na nézzük! Na hát meg is lett az eredménye, a nyilas és a 63-as. Klára drága, gratulálok, 1.020.000 forint üti a markát ebben a másodpercben. Ez a határozottság most egy picit lanyhulni látszik. Meghatódtam egy picit. Mire fogja elkölteni a reményt? Család. Gondolkodott-e már? Család. Nagyon örülök neki. Sajnálom, másik két játékosunk, de azért 50-50.000 forintot önök is kapnak, úgyhogy szomorkodni nem kell. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük. Mondhatnám azt is, hogy most pedig előkerítjük a jövő heti játékosainkat, ugyanis most fogjuk őket kisorsolni. Ebben természetesen most is sorsolási bizottságunk lesz a segítségemre. Elnöke Szilárdi Brigitta. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, Miki! Jó reggelt kívánok! Na, Brigi, kezdjünk bele! Egy alapos. Ha minden igaz, akkor Tomcsányi Krisztina, budapesti játékosunk az első. Szerencsés, aki itt lehet velünk jövő héten. Ha érvényes pályázati lapot húzok, akkor mellette nem más fog állni, mint Borbé Lajosné, kabai igen. Játékosunk. Szintén szuper, érvényes. És aki a harmadik lesz a sorban, az ő becses neve Makó Tibor, Budapestről. Igen. Szuper, három stúdió játékosunk tehát már megvan, most sorsolunk még két tartalékjátékost. Közülük az egyik. Nem más, mint Koromné, Kovalik, Ildikó, Anita, Hódmezővásárhelyről. Érvényes. Ő aztán pontosan töltötte ki. Minden név rákerült, aminek rá kell. Hopp. Ki ne essen senki. Pörgessünk újat? Igen, pörgessünk újat. Akkor zárjunk. Az egyik kikandikált, úgyhogy a sorsolás szabályosságát megőrizendő. Újra pörgettünk, és a második tartalék játékosunk, hogyha mindegy igaz, akkor Vincellér Sándorné Izsákról. Érvényes. Neki is gratulálunk. Már csak annyi van hátra, hogy megmutassuk önöknek a táblázatot, már láthatják is, amin az imént kisorsolt nevek szerepelnek írott formában is. A felső három név jelenti a három stúdiójátékost, a két alsó pedig a tartalék játékosokat. Őket szeretettel várjuk jövő héten, hogyha eljönnek, akkor 50.000 forintot kapnak fejenként. Stúdiójátékosaink pedig megpörgethetik a legendás Astro Plus TV kereket, és nem is kevés pénzért, ugyanis közel 1,2 millió forint kerül majd játékba jövő héten. Ezzel várjuk tehát önöket, addig is jó nyaralást, vigyázzanak magukra. Találkozunk jövő csütörtökön, minden jót.